Hello, my name is Eno, and this is the top 10 facts. Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt a Top 10 Trény 1000 feliratkozós külön kiadása. Ez a rész többek közt azért is lesz különleges, ugyanis az iskolánkba érkezett egy cserediák program keretein belül egy hongkongi fiú, akit Enoch-nak hívnak. Nagyon rendes, tisztelettudó és nagyon jó fej srác. És volt annyira jó fej, hogy elfogadta a meghívásomat. Amint láthattátok, ő volt az, aki az intrót megcsinálta. Úgyhogy most ezt a részt vele fogom megcsinálni. Sajnos elkövettem egy hibát, amit hát nem tudom, hogy biztos már észrevettetek, hogy körülbelül az ötödik tényig a felvételek sajnos homályosak lesznek, ugyanis elfejtettem beállítani, nem tudom miért, pedig nálam már ez egy ilyen rutin mozdulat, hogy beállítom az érességet, de most valahogy ez lemaradt. Készítettem egy rövid interjút, amit szerintem majd egy következő holnapi videóba fogok megmutatni, vagy összevágva megmutatni nektek. Úgyhogy kezdjük is. Első soron Enoch adott nekem egy ilyen kis képeslapot, amin Hongkongnak a fővárosa látható, legalábbis ahogy kivettem a szavaiból. Most nem tudom pontosan, hogy ez vagy ez, de ez valamelyik a kettő közül egy banktorony. Hongkong teljes neve Hongkong a Kínai Népköztársaság különleges közigazgatású régiója. Kínaiul a jelentése illatos kikötő. Hongkong hivatalos nyelve a kínai, kantoni és az angol. Területe 2754 négyzetkilométer a víz és a szárazföldi területekkel együtt, ez Budapest területének a kétszerese. Népessége 7,2 millió fő, ennek közel 94%-a kínai nemzetiségű. Népsűrűsége pedig 6544 fő per négyzetkilométer, a világ egyik legnagyobb népsűrűségével rendelkező országa. Összesen 236 szigete van. A kínai új év Punchai étele 10 különböző összetevőből áll, külön főzve, sütve és együtt egy egytálas ételt formál. A kantoni éttermekben nagyon népszerű, viszont hakka eredetű étel. Hongkongnak van a világ legmegfizethetőbb Michelin csillagos ételei, 2 amerikai dollár egy tál. Hongkongban van egy, hát mondhatni egy ilyen etikai szabály, hogy nem szabad borravalót adni, ugyanis a hongkongiak azt szeretnék, hogyha a pontos összeget fizetnék. Erről is megkérdeztem Enochot. Is this true? Yes. And why? Because many things are expensive in Hong Kong, so the dishes are really expensive, so they count every dollar. Yeah. Egy hongkongi bűvész, Louis Yan, felállított egy Guinness világrekordot. A világ legnagyobb bűvész mutatvány tanításáért, ahol közel 314 gyereket tanított, meghaladva ezzel David Copperfield rekordját. Következzenek az egymondatos tények. Hongkong rendelkezik a legtöbb felhőkarcolóval, közel 8000 épülete van, amik több mint 14 emeletesek. A Hongkong Disneyland, ami 2005-ben nyílt meg, a harmadik Disney témájú park az USA-n kívül és az első Kínában. A világ legdrágább boros üvege, darabja 232.692 amerikai dollárért kelt el egy hongkongi aukción. Hongkong az egyik állomása volt a francia író Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül című könyvének, amit 1873-ban adtak ki. Hongkong rendelkezik a legnagyobb IQ számmal, átlagosan 107. Is it true or? You mean is it? Mm-hmm. Yes, so I'm smart. A Hongkong dollár a 8. legnagyobb forgalmú valuta a világon. Hongkong a kung fu és a harcművészeti filmek otthona, amikben olyan legendák szerepeltek, mint Bruce Lee és Jackie Chan. Hongkong 3-szor több teát fogyaszt a világ átlagnál, összesen 9,8 millió kilogrammot évente. Ez megegyezik az évenkénti 1,4 kg teával fejenként. Továbbá itt kapható a világ legdrágább teája, a vas buddha, ami 20.000 hongkongi dollárba kerül kilogrammonként. Cacanteng. Vagyis a teljes tea, ami egy teljesen hongkongi élelmiszer kultúra jelenség. Ez az 1950-es években alakult ki, amikor a nyugati ételeket szolgáltak fel a kínai éttermekben. Lehetőségem volt ezt a teát megkóstolni, kipróbálni, ugyanis Enoch olyan rendes volt, hogy hozott nekem ilyen kis
dobozos, ilyen szívószálas verzióban, úgyhogy ezt lássuk is. Szóval Enok hozott nekem egy ilyen kis pont ezt a teát, ezt a teljes teát. Can we taste it? Yes. Oh, thanks. Akkor most kipróbáljuk. Hmm, it's delicious. Hmm? Tök jó! Iszol! This is a new taste. Yeah, we always drink this. There's only this type of milk tea in Hong Kong. Mm-hmm. Érdekes. Finom. Számomra egy új ízvilág volt, ugyanis még nem ittam teljes teát nyilván. Inkább érződött benne a tea, mint a tej, de így is szerintem egész jó volt. Úgyhogy, ja. Hongkong történelmileg a világ vezető városa a maximális, egyfőre jutó Rolls-Royce luxus autók számával. A legnagyobb megrendelés 14 darab Rolls-Royce Phantom típusú autó volt, amit a Peninsula Hotel rendelt. In Hong Kong Island, it is a area for rich people, and then it's an area for business center, so there's would be a lot, yeah, and some others expensive car too. Did you go to the hotel? No. It is really, really expensive. And I will go for a walk just in the lobby. Közel 40 éve Sam varrodája, a legnépszerűbb varroda a Burlington Arcade-ban. A legendák szerint ruhákat készített az állam vezetőinek és hírességeknek, mint például Margaret Thatcher, George Bush, Bill Clinton, Prince Charles, Pavarotti és Michael Jackson. Au! Hongkongi lakosok szerint leves tenni valaki szülinapján hosszú és áldott életet nyújt. Is it true so you can eat noodles in the birthdays? Not. Sometimes. Sometimes. But we usually stick to the Western celebrate method is just eating cake. For the Chinese people, they will eat noodle. Délután, pontosabban 15 óra 15 perckor teát inni kötelező. Ez a hagyomány a gyarmati időszakokból származik. Úristen, 15 óra 15 perc muszáj teát innom, és mondta, hogy tényleg ilyen, ami meg is lepődtem. Mondta, hogy nem pontosan 15-kor, de úgy a 3 és 4 óra között szoktak inni teát. For the workers too, because they work so hard, so they still have this practice. Oh, 3:15. Oh, we go to like McDonald's to buy a tea. Yeah, to eat. So it's like there's some special meal in this time in McDonald's. A Tsing Ma híd fő fesztávolsága 1377 méter, ezzel a világ leghosszabb függő hida a világon. 100 méterrel hosszabb, mint a San Francisco-i Golden Gate híd. A nevét a két ponton lévő területről kapta, Tengyi-ről és Mawan-ról. Ennek a híres mérföldkőnek és festői helyszínnek van egy látogató központja és kilátója a híd mellett a Tengyi-végről. A hongkongi nemzeti repülőtér egyik a világ 10 legforgalmasabb nemzetközi repülőtérnek. 2011-ben több mint 53,9 millió utas haladt át a repülőtéren, több mint 3,9 millió tonnány járóval. Ezer repülő és közel 100 légitársaság csatlakozik a repülőtérhez, több mint 170 célpont a világ szerte minden nap. Mivel Hongkong rengeteg szigettel rendelkezik, van egy külön sziget a repülőtérnek, ami szerintem tök királyul néz ki, majd berakok valahol egy képet. A hongkongi villamos művek működtetik a világ legnagyobb számban az emeletes villamosokat, és átlagosan 230 ezer utas közlekedik velük naponta. Az autók rendszám tábláján található számok társadalmi státusz szimbolizálnak. A 18-as rendszám tábla egy hongkongi aukció keretein belül 16,5 millió hongkongi dollárért keltek el. Dollar. Yeah, because the normal license plate is like two letters, two English letters, like B, P, yeah. And then after is the with four numbers. But if there's no numbers and only
no letters, but only numbers is really expensive. Or only letters, no numbers is also really expensive. In Chinese, 8 is called, is ba, and it is similar to the sound fa, and fa is mean, it mean wealthy, it mean rich. So, and then 10 is sa, and it's closer to sat, and then sat fat as sabat is meaning like you must be rich, you would be rich. So yeah, you definitely would be rich, so it means that. But this is a really really lucky number. And do you have a license? I don't have a license yet. I will, yeah, I will have a license later, after a year maybe. So, thanks for watching. If you have any ideas, please comment down below. I'm Eno. This is Top 10 Facts. Bye. Sziasztok. 1000-en, hogy már több mint 1000-en iratkoztatok fel rám. Nagyon sokat jelent nekem, és nagyon jól esik. Továbbá nagyon szépen köszönöm Enoch-nak, hogy elfogadta a meghívásomat, és részt vett ebben a videóban. Yes, so I'm smart.